Üdvözlök mindenkit! Hát itt hagytuk abba ezen a kis gyönyörű részen, és már szerintem futunk is. Ja, még ez hogy került ide hozzá? Most nézem, hogy van itt. Tetszik, hogy tele volt a zsebem egyszer, mert azt itt még jó, ezt akkor kivettem innen. Ásó kelleni fog, mindegy, viszem magammal, mert sosem lehet tudni, hogy akarok-e ásni valamit, vagy tudok-e ásni valamit. Tehát, hogyha van esetleg netán olyan dolog, ami hát találok zsákokat, vagy nem tudom valamit, és mit tudom, cementet, vagy kukorica, vagy nem tudom, akármi csodákat, hogyha esetleg tudok ásni, akkor azt kifogom már. Amiatt viszem az ásót a egy küldire. De igazából, hogy is áll ez az ásó? Mert benne nincs semmilyen mod. Hát igen, például az is, hogyha odáig jutok, hogy mit csináljam meg? Hát még egyelőre nem csinálom meg. Bár mondjuk elkezdhetem gyártani végül is, miért is ne kezdeném el gyártani. Szóval, hogy hát igen, ezeket miért is ne kezdeném el gyártani, mert annál tehát egy slot az egy slot, most itt szórakozunk itt slot, egy-egy slottal, de hát ja, azért mégis számít. A végén, amikor a végén összeadul, és ugyanez a ásóra is érvényes, hogyha esetleg az egy slot, hát simán ledarálom, mert bármikor csinálok egy ilyen ásót, hogyha kell, de most viszem magammal, mert hát a küldinél ott elképzelhető, hogy lesz esetleg a házba. Ez most mi? Ez olyan, hogy clearelni kell, megtisztítani a valami területet. Okay. Az, hogy állunk most, csak nem akarok új slotot, már akkor teljesen mindegy, ha új slotot nyitok, mert ha nem, akkor meg a toll miatt lesz egy új slot, szóval már teljesen mindegy. Ezeket viszont most akkor nem kell szétüssem mostantól kezdve, mert meglett az a. Nézzük már, hogy valami más dolog. Más dolog, az nem lett még semmi más. Kell lesz nekem, baby, hol vagy? Ja, itt van. Ezt megjavítom amúgy, mert sokat, sokat verekszek vele, úgyhogy megbeszéltük azt is, hogy na, várjunk, bocsánat. Megnézzük már ezt is, mert hogy ezt is szerintem most már nem úgy valami rossz, ezt nincs benne semmi, úgyhogy na jó, hát nem hagyod, hogy megcsináljam. Nem hagyod, hogy csináljak egy. Betty a csúnya lány, nem hagyja. Na nézzük. Ezeket meg fák, meg véletlenül sem növény, nem tudom már mennyi kell. Majdnem a követ is szétvettem. Na nézzük, mennyi kell ebből a stone-ból. Jó, ennyi. Ez meg megy a kukába. Jó, van egy hármasunk. Van egy hármasunk, már nem bukunk meg, mert eddig egyesek voltunk, de nézzük itt, ez ki? Ki lakik itt? Kutyafülű aladár? Van itt olyan, hogy ilyen helyeken már most nem van. Ki van itt? Ők ketten? Hárman? Ja, hárman. Hello. Hát honnan jöttetek a fa mögül? Az iskoládat, hát a haverodat ütöttem, azt ti meg rám jöttök, hát ez is a füvet üti inkább, mint hogy nem adta meg a füvet, nem néztem, hogy a füvet üti. Na, bontsuk le. Kell az anyag. Ez itt volt valahol, itt hencsergett valahol a fűbe az egyik. Azért nem láttam.
Na jó, kb. Jól vagyunk. Minden rendben van, már csak téged viszlek magammal. Na menjünk. Ez a hely, hát itt jártunk, vagy ez nem az a hely? Vagy ez egy más, most már megnézzük a térképet, mert el vagyok veszve. Az előbb, hát itt voltunk, igen, mert ott van az, itt voltunk. Jó, hát csak majdnem ugyanoda megyünk, ahol az előbb voltunk. Majdnem ugyanoda megyünk, csak teljesen máshol. Tír 1-es, hát semmi nagy bonyolultságnak nem kéne, hogy itt legyen. Megnézzük, hogy azért megyek már körbe, hogy a Cook rezidencia, ennek örülök. Postádát megnéztem, az autó az úgy látom nem lesz szebb, bármit csinálunk, úgyhogy szerintem kezdjük is el. Bang! Posta, ja, oké, ezt megnézzük. Postádát is. Ki ne felejtsen, mert... Ez egy felejthető. Ó, még itt is van valami. Hát ez semmi nem volt. Na, ilyeneket gondoltam, hogy ezek megnézni, hogy ezt ilyeneket egy kis... Hát jó, egyébként tök mindegy. Ez mi lehet? Ez sima föld. Hát mondjuk annak mindegy volt. Ja, hogy itt egyébként amiatt nem volt mindegy, mert meglett egy ilyenem, hogy földet ásni. Okay. És ezek itt mik? Fát, 2000, azt még nem... Ja, hát homokot, igen, még nem. Követ, mennyire nem. Vasat egyáltalán nem, hát van még mit csinálni. Na, mondom, na. Ez ki volt. Az anyádat. Én meg összekevertem a fegyvereket. Azért nem tudtam odaütni, amikor akartam. Én meg összekevertem a fegyvereket, képzeld el. Ezt a gáz, mi? Semmi, de mégis. Akkor ezt megint, ebben megint megcsinálom ezt a kettőt, hogy ó, már kezdünk itt megtelni. Jó nagyot kívánok! Oda be kéne ugorjak, mi? Be. Azért megyek már, el tudok itt jönni. Nincs itt senki, akit... Vagy valami, de van valami. Nem az, hogy senki, de valami van. Valamit eldugtak. Jó, ezt szétlapátolom, mert ezt akkor... És már úgy csinálom, hogy... Oké? Éhes vagyok. Éhes vagyok, és fel. Ezt megeszem. Edda koncerten voltam tegnap. Ne tudjátok. Viszek egy kis földet is haza. Hogy legyen, mit eldobjak. Na. Jaj, várjunk, itt kell nekem leugrani. Hello, hello. Ja, hogy ez a leszakadós izé. Ja, most már képbe vagyok, hogy hol is vagyok. Ez mókás hely. Ó, majdnem leestél, láttad? Én segíteni akartam. Neked meg hogy áll a fejed? Áj, tudtam, hogy leesel. Én is lefogok mindjárt. Abár, ugye utána megyek. Ugye megyek le én is. Ne aggódjatok. Hát, az is egy jó hely. Ez most hol van? Itt? Ja, itt vagy. Jó, itt te voltál, aki az előbb... Oké. Úgyis jó. Te voltál az előbb, aki leestél. Most már nekem is leesett a dolog. Ezt olvassunk gyorsan. Hova tette? És megvan a sonkás tojás, és oké.
Nagyon jó. Ó, tök pite. Hol van az a lány, aki tök pitét tud nekem csinálni? Meg az a régi szerelem. Hopp. Gondoltam, hogy túlsős meg, amelyenne lennék. Erről szól az életem. Na, én csak azért innen el akarok már vinni dolgokat, amit tudok. Még mielőtt... Van is erről egy dal, hogy még mielőtt, majd egyszer... Meghalok. Tudnom kell, hogy tört ki ez a zombi apokalipszis. A koszos, büdös papír, WC papírodat, na várjátok ide. Illetve nem is még, mert azt hiszem, hogy oda kéne majd eljutni, de akkor először én inkább lemegyek. Ezt meg akkor azt hiszem, hogy beszűrcsölöm. Ezt szét van. Szétszedjük. Konkrét. Oda van írva. És ez még magyarul is mondjuk, hogy konkrétan, igaz? Amikor azt mondjuk, hogy és az, ebből a szóból ered bármennyire is valaki. Úgy gondolná, hogy nem, de pedig igen. Hát én nekiálltam szétütni, vagy nem tudom miért, de na jó, ez az egyet szétütöm, azt már nem biztos, de ezt most szétütöm. Ott meg úgy látom, még lapátolni kell az asztalon. Oh, de jó így lapátolni, hogy hullik szét a talpam alatt minden amúgy. Ez olyan baromi jó érzés. Ugye lemegyek azért, megnézem, mert elvileg van lent egy sárga tasunkó nekem. Ó, tudunk beletenni lámpást. Ugye megnézz, ez is itt valami van a talpam alatt, amúgy ez tuti itt van valami. Vagy be tudok ott nyúlni valahol, nem tudom. Most már mindegy, nézzük meg. Egy kis lőszeres, ószeres itt hagyta valaki. Azt nem tudom, hogy tényleg valamivel ezt beleteszem. Nagyon durván megteltem, de mondjuk ebbe nem tudom, hogy tudok-e, ebbe egy dolog fér. Jó. Ebbe már van. Hát ebbe nem tudom. Akkor teszem ebbe. És akkor... jó, akkor lesz egy ilyen lámpásom most már. Mert hogy eddig nincs fejlámpám, és... Akkor most tartunk ott, hogy van egy kis problémám, de akkor... Van egy kis problémám, hogy mit vigyünk, mit nem. Bár mondjuk egy ilyet betolok szerintem, és akkor azzal hazáig el tudok szaladni. Ja, szerintem az úgy jó lesz, csak még... Jó, majd látom a lootnál, hogy mit kell eldobni, de kell, akkor ezt a két vacak vizet is megiszom. Jó, na akkor megyünk az ide. Cső. Hát még azzal is, hát jó, tehát ott tartunk, hogy akkor kezdjünk el szortírozni, mert most és tényleg szedtem az olmot is eldobom. Azt inkább olmot a fülembe öntsetek, forró olmot. Ezt most még megteszem, el fogom dobni szerintem. Azt nézem, hogy van-e duct tape-em, mert akkor megcsinálom, de szerintem nincsen. Hát jó. Ja, ezt szétszedem, mert itt mindjárt jönnek a fiatalok. Hát, te meg... Kaptál egy olyan tarkóst. Iskolában volt legutoljára ilyen tarkónálásod. Tarkónálás, fülmozgatás. Innen már szerintem nem tudok jobban lezuhanni, bár én szerintem akkor is hátba fognak támadni mindjárt is. Ragasztóm az volt, ilyet eldobom.
Ezt is akkor eldobtam az előbb, úgyhogy ezt nem foglalkozok most vele. Ezt eldobom, ezeket viszem. Jó, ott van bent elvileg a nagy loot. Jó, ilyenem is volt mindegyik, az nagyon jó. Ezt még össze tudom lapátolni, mert hogy erről szól az életem, hogy lapátolom a konkrétet, illetve hát a cementet. Ez is az? Hát, jól van. Jól van, apukáim. Akkor nézzük meg, hogy... Nézzük meg, miből élünk. Gyertek, csapjatok fejbe. Ne legyél olyan mérges. Ezek szerint már több meglepetésre nem számíthatunk itt, mert... Hangjelzést adott a rendszer, hogy végeztünk. Ó, ne, ezt a kakás papírt nem visszük. Na, most akkor lootolás jön. Pénz volt már nálunk, akkor az jó. Kakás papírt nem visszük. Hát én legszívesebben ezt se vinném, de ezt mindjárt kiderül, hogy... Ja, hát azt szerintem nem viszem. Azt szerintem nem viszem. De nagyon nem. Itt is van még egy olyan, de na mindegy, ebbe lesz úgyis az a rész, ami engem jobban érint. Úgyhogy ezt itt lecseréljük. Ezt valamibe bele tudom tenni, mondjuk berakom, most kivételesen bele... De nem jó, mert hogy még nem vettem magamhoz. Vegyük magunkhoz. A lőszert azt át tudom venni. Ezt megeszem. Ugye megoldjuk okosba, de várjunk, akkor úgy csináltuk, tehát én berakom ebbe, vagy tegyem, nem tudom, várjátok, ebbe bele tudom tenni? Nem, abban nem tudom, mert ez nem olyan jellegű. Ebbe viszont bele tudom tenni, az ásókámba bele tudom tenni. Ezt újra betárazunk, mert kitárasztunk. Jó. Lőnvilágosság, na tehát ott tartottunk, hogy akkor ezt elvisszük, meg akkor még ezt is el tudjuk vinni. Kivételesen mindent el tudunk vinni, ezt betoljuk, és ezzel hazáig szaladunk, mint a nyúl. A nem, még ott is vannak lootok. Ne! Akartam. Még egy olyanunk van, akkor még egyet. Az a kettővel már tuti elszaladunk hazáig. Ezt nem tudom elvinni. Na látok, akkor itt valamit a szenet el akarom vinni. Azt is tudok bányászni, amennyit nem szégyellek. Akkor ezt elviszem. És ennek is semmi értéke nincs, akkor inkább ezt tartom meg. Ez ugyanis, hát nem, ilyet se szoktam használni, de ilyen távolsági damage plusz 50, ilyet se szoktam használni. Úgyhogy, de legalább van. Jó, hát ezeket átnéztük. Átnéztük, hurrá, vége. Kaká, ja, abban papír volt, most már emlékszem. Na jó van, menjünk innen. Menjünk innen, mert kell, vár minket egy szép rózsaszín bicikli. Hát ezt most már ne haragudj, de nem tudom elvinni. Kávé mag, nem is iszok kávét. Néztem, nem is néztem. Most találkozom olyan dolgot, ami, és találtam. És tudnak olyat adni, amitől aztán tudnak. Merre kell mennünk arra? Akkor szerintem fogyasszunk el egy ilyet. Remélem, hogy dehidratál majd rohadtul, viszont nagyon fogok tudni szaladni. De annyira nem szaladok, hogy téged ne verjelek szét. Ez meghalt, nem? Vagy mi lett ezzel? De meghalt. Ja, ugye most elvérzett a végén. Akkor nem is halt meg. Még utána halt meg. Na, ez 11 percig. Hát 11 perc alatt? Hát ugrok magasra. 11 perc, ja, nem, azért annyira nem. Jó van, töltődjél vissza szépen, ez az.
Tudtam. Tudtam, de ő még mindig tud. Hát, itt jó van, hagylak. Majd egyszer lehet, hogy megtalállak még. Megtalállak még. Tudom, hogy ennyi még nem elég. Ezt, mintha láttam volna idefele jövet, de lehet, hogy ez egy másik volt. Nem volt ráírva a neve. Kicsit lassítunk, mert itt egy olyan fiatal ember jön, akit megpróbálunk először. Nem, hát várjál már, azt hittem ránézés, hogy ez egy motoros, de már mondom, én kezdek megvakulni. Ó, még ez is, tehát amikor jön egy lút, és azt mondom, hogy ó, már megint még ez is, akkor aztán elég nagy baj van. Ezt a lőszert el tudtam tenni. Volt nálam 9 millis lőszer. El se hiszem. Ja, egyébként meginnom kéne. Nem szól senki. Igyunk. Futás közben iszok. Félrenyelek, itt fogok meghalni. Lenyelek egy kifli csücsköt, aztán itt fogok megfulladni. Futás közben. Milyen lenne egy zombi apokalipszis? Nem a zombi, nem egy zombi öl meg, nem zombi támadásba halok meg, hanem kifli csücsöktől megfulladok. Egy félre megy a víz. Iszok futás közben. És annyira röhögök magamon, hogy nézek ki, vagy valami, tükörbe nézek, és annyira elkezdek röhögni, hogy félrenyelem a vizet, és abba fulladok meg. Az úgy milyen lenne? Az egy mókás egy történet. Száz-harminc. Ilyen, ez nagyon jó szer amúgy, mert ettől tényleg úgy futunk, mint a nyúl. Túlterhelten is futunk tőle. Ezt. Na várjunk, ezt ebbe a fészekbe, mondjuk ha én beleteszem ezt kiveszem, mondjuk úgy még lehetne, így még lehetne egy kicsit mókolni vele, nem? Ja. Az ajtód. Na várjátok, viszont nagy baj van, ha kapok egy biciklit, azt hova teszem? Haza ki kéne pakoljak előbb otthon, mert most annyira tele vagyok, hogy semmire nem vagyok képes. De hát az igen, 8 perc van még a futásból. Úgy futok, hogy futottak még kategória. Na nézzük, ide pakoljunk ki gyorsan, de. Gyorsan, de mán. Már lapátoltam ennyi földet, akkor rakjuk ki. Oké. Vizet. Halat, vizet, mi jó falat? Ja nem, az vadat. Hát ezt is ki, ezt nem is tudom, de ezt szerintem ide teszem. Ezt eladom a trédernek, hát kell a francnak 23, de azt mit csinálják vele? Batonparc, nem fogok csinálni, robotikparc, hát az lehet, hogy fogok csinálni. És ezzel mit csináljak? És ezzel mit csináljak? És azzal mit csináljak? Ezeket... Ezt miért nem pakolja, hogy ez megint benne volt a izébe? Ezt még nem tudom hova kirakni. Ó, francba. Gomba is visszajön, meg még ez is belejön. Batont, az biztos nem fogok csinálni. Megnézem már még mi van. Egyes pisztolyt is eladom a trédernek. Sőt, ezt is eladom a trédernek. Hadd örüljön. Ezt a pénzt is eladom a trédernek. Akkor örömet okozok neki. Steel kalappal. Szerintem ilyet se fogok gyártani, mert inkább. Itt is van még egy egyes pisztoly. Ezt is eladom neki. Zanya mindenit. Meggazdagszik rajtam. Na jó. Menjünk, de most már tényleg meg kéne, hogy kapjam a biciklit. Nyitva is hagyom az ajtót, mert megharagszok rá, akkor mindig nyitva fogom hagyni a Molotov tech. Cellcobblestone. Igen. Ez micsoda? Visszadok több aranyezüst, stb. Ez micsoda?
Craft Yasun Repulsor, hát az nem érdekel annyira. Viszont akkor itt több, hát ha majd ha bányászok, akkor ez lehet úgy jó. És itt a biciklim. És itt a biciklim. De várjál barátom, van egy kis probléma. Én is adok el neked dolgokat, mert olyan jóképű ember vagy, meg olyan mocskos a szád, hogy eladok neked pár dolgot. Van 4300, lett egy csomó zsetonom amúgy azért tegyem hozzá. És ezeket a könyvekből meg kéne venni itt egy pár dolgot, mert hogy következő restock day, itt van 4, negyedik napon lesz, tehát ezeket meg kéne vegyem. Nézem, hogy tehát ilyen vízgyorsító nincs. Hát vannak ilyen szkópok, de azt már remélem, hogy fogok találni, mert hogy azzal nem nagyon tudok. Szóval, maradunk a könyveknél, hogy akkor ott tartunk, hogy hát Bow Hunter, mégis futja most én szerintem egy csomó mindenre lett. A farmingozást is megcsináljuk. Forzsos könyv, én szerintem azt is. Handgun magazinból 2, még mindig futja. Hát nagyon sok más nem akarok venni, de mert hogy ezeket, viszont ezeket meg kellett venni mindenképpen. És mindjárt meg is nézzük, hogy ez kaptam. Bow Hunter, farming. Oké. Két. Fire pistol quality 4. Ezeket muszáj volt megvenni. Jó, és akkor felveszik tőle a speckó munkát. A speckó melót felvettük, és akkor megyünk, még odaérünk szerintem a... Mármint, hogy nyitva kell legyen a trader, ahova megyünk. Csak nem tudom merre, arra megyünk. Hát annak nagyon örülök, mert hogy... Ennivalót, megnézzük, hogy hogy állunk. Hogy bírni fogom-e, vagy nem. Kaja 90, bírni fogom, akkor jól van. Kaja 90. És akkor se csak azt nézzük, hogy hova is megyünk. Oda, hát arra abszolút nem jártunk. Viszont hát nagy valószínűsége ez az út vezet oda, úgyhogy... Úgyhogy akkor csapjunk bele a melóba. Elindulunk akkor szépen. Másik biomba. Igen, mert az egy teljesen más, tehát nem tudom, hogy hova megyünk, hogy mi lesz ott. Az is lehet, hogy van nálam, nincs nálam, akkor nem állunk meg. Szóval te elautónál, én megálltam, azt hiszem megálltam én legutóbb. Úgy, de is jó lenne ide bemenni. Van bent kutya is, de viszont vannak ott, na majd ott ráérek később is, mert ott van hátul. Vannak jó dolgok, vannak jó lútos ládák, csak... Na majd elszórakozok azokkal a kutyákkal alkalomattán. Jó, csak nem... Tehát gyalog nem jöttem el idáig. Tehát egyszerűen gyalog nem jut el az ember. Hú, hogy tudok futni még mindig, mert még mindig... Ja. Hát ez a Spearnek a izéje. Hát mert hogy még mindig hat a szer, még 2 perc 41, tehát még az még mindig megy bennem. Szóval nem jöttem el eddig, egész egyszerűen. 762-es. Ja, még egy. 20%-kal többet visszakapok a nyilvesszőből, jó. A targetektől. Ó, várjátok, mert itt is, oda még hátra el kéne menni. Hát elmegyek gyalog. Hagyom a bringát. De hogy itt is van egy betonkeverő. Valahol. Hol itt? Háj, és nem volt benne semmi. A francba. Kiloptad a könyvemet? Kilopta a könyvemet. Az anyja mindenit. Nem volt benne. Hol a vinyiglim? Na menjünk.
Te még azért kell lesz a gyűjteményembe. Nem lehet minden nőt, de azért megpróbáljuk. Ezt is. Nem lehet minden autót se. Az anya, ez még az a csaj volt? Hát beszólok itt neki, azt utána meg orba nyom engem. De miért? Olyan rendes vagyok pedig hozzájuk, mert... Milyen rossz lehet zombinak lenni, egy életen át sétálnak. Na, figyelnem kéne már, hogy... Na, például megadja az XP-t, akkor már meghalt. Hát, nem teljesen jó... ott megy egy út. Megy egy út. Nem tudom, melyik út vezet oda, de az is lehet, hogy... Ott hegy van, várjunk. Hát, hogy fogok én ott átmenni? Itt van egy csomó autó, ezeket csak megnézzük. Ezeket az autókat csak megnézzük, nem hagyjuk itt. Mindjárt megpróbáljuk kitalálni, hogy melyik út vezet abba az irányba. Na, hol vagy? Na. Nem tudom, hogy ki az, aki hörgött, de ott valaki jön. A kutya fátokat nektek, hogy nem mondjátok meg, melyik út vezet Budára. Na nézzük, mert tényleg nem tudom most, hogy itt hogy vagyunk, de... Hát jobbra vagy balra, hát tök jó, mert egyik irányba se tudom. Mondjuk menjünk, én azt mondom, menjünk nyugatra. Az arra van. Menjünk nyugatra. Mert itt van ugyanis egy... hegy, ezt valahogy ki kell kerülni. Ott megy az út, ha minden igaz, megy abba az irányba. Tehát az szerintem jó irányba megy. Ez itt mi volt? Ja, ez egy ilyen rádióállomás. Nem, szerintem ez jó irányba megy az út, ez jó út. Ez jó út, mert ez fel is út, meg remélem, hogy majd lesz le is út is. Biciklim az meg előre megy felfedező útra. Nem, szerintem ez így jó irányba megy ebbe az irányba, de 19-9 még megér, még most belefér szerintem, hogy így megállok az autóknál. Mert hát ezek ilyen potenciális lehetőségek, hogy valamit szerezzünk. Lassan a vízünk kezd majd elfogyni, akkor meg hazamegyünk vízért. Érdekes, hogy én nem tudom, most csak ilyen véletlen lehet. Ez már le is út. Szóval nem tudom, hogy ez most így véletlene vagy nem, de valami oknál fogva valahogy mindig úgy szokott, megy még mindig, megyünk, sétálunk a biciklivel. Ő megy előlé, meg megyek utána. Szóval valami érdekes dolog, hogy lehet, hogy tényleg csak véletlen, de hogy nekem... Ugye az előző sorozat, ami úgy félben maradt ugye a frissítés miatt, abban is úgy volt, meg már most többször jártam úgy, hogy úgy volt, hogy a kiégetre vitt a következő. Tehát lehet, hogy tényleg csak tök véletlen, hogy oda visz, de hogy tényleg annyira feltűnő, hogy nem a romosban, nem a sivatag, nem a vas, vagy azért, mert hogy ez itt egy... Előttünk is ott a város. Szóval lehet, hogy azért, mert hogy ez egy ilyen békésebb hely, mert hogy itt igazából... Hát jó, ezek például nyilván éjszaka szaladnak, de hát ilyenkor védtelen és jószágok. Állatok se... verekedősek. Ja, itt van a templom, már meg is jöttünk. Hát ez gyors volt.
Szóval, hogy az autót váljátok, azt, akkor azt is megnézem, meg ezt is. Meg oda bent is van pár dolog, amit meg kell nézni, úgyhogy... Ez egy ilyen barátságosabb, ez csak hát ebbe azt hiszem nincsenek nagyvárosok, szóval ez is egy ilyen nem igazán élhető hely ettől függetlenül, mert hogy ilyen békés, szóval nem egy vad vidék ez itt, de ettől függetlenül viszont nem is nagyon élhető hely. Egy pisztoly quality 5. Az autókat. Hát még van idő, most még 3-4-80 a játékban, úgyhogy még van idő itt körbe szaladni, majd legutoljára bemegyek a csajhoz, mert hogyha esetleg olyan dolgot találok, akkor is adom neki. A kis vértasakot. Meg se nézem, hogy mit találok, de amúgy mindegy. Itt a házában viszont még benézek, mint lehetnek. Találtok esetleg valami ruhát magamnak. Meg a kis ridiküljét. A kis ridikül. Itt azt hiszem, hogy ezeket megnéztem. Nem tudom, miket talál... Ja, hogy főzőskönyv is. Jó, mert hogy csak annyira gyorsan besöpörtem itt mindent, hogy nem, meg sem néztem, mit találtam. Na, itt vannak a cipellők. Ja, ez nem... Ez nagyon jó. Legendary parts. Hát annak örülök. Jó, majd kellenek 6-os cuccok. Az semmi. Itt még egy naci. Oké. Még itt a könyv, itt is könyv, a WC papír, mindjárt eldobom, de ez nekem örülök. Oké. Okay. Ja, és akkor a csajnál még ráadásul, ugye a túlsó oldal, ezek itt semmi. Nem tudom, hogy itt el tudok jönni, sosem mentem erre el, de lehet, hogy el tudok. Lehet, pont el tudtam, ja. Na itt van, ez valami kell. Workbench. Hazamegyünk, lesz workbenchünk. Megnézzük már, mi kell a workbenchhez, mert... Milyen hangjuk van ezeknek? Kik ezek? Kimegyek már mindjárt. Honnan gyűjt maga? Most nem érek rá, mert ezért 20 óra. Vagy ráérek még barátkozni velük? Te is egy 400-as vagy. Jól emlékszem. 400. Ja, és meg is lett egy pontom. Hurrá. Hurrá, megvette egy pontom. Akkor még azt is megnézzük, hogy, hogy azt mire? Ugye egy pont. Nem, már két pontom van. Hát nem szól senki? Vagy most mi ez? Mi ez már, hogy senki nem szól? Na erre akkor teszünk ide két pontot, hogy ez hármas, és akkor elkezdjük azokat kihúzogatni most már, mert nagyon kell. Na jó. Csókolom. Primitive Bow Quality 5. Az jó. Wooden Club 3-as. I've got goods. Hát csókolom, megint nem tudok a szemébe nézni. Nem zavarja? Hát ezt szerintem elkérem, és akkor... Okay. Tanulunk, mert nekünk most tanulni kéne nagyon. Itt meg nem akarok fel... Jó, ezek is tier 2-esek. Hát az jó amúgy, csak... Hát nem akarok itt leragadni éjszakára. 1, 2, 3. Szerintem pont bele fog így férni. Na nézzük, mit adott? Semmit? Nem nyitott ki semmit? Ja de! Pumpkin pie, hurrá! Lowhammer, az nagyon kell majd az építkezéshez.
Jó. Na hát akkor ott tartunk, hogy ezekből is meg lehet, hogy átjöttem a másik helyre. Vettem pár dolgot a tradertől, befejeztem a tier 1-et, és elmentem erre az útra, ahol most vagyok. Ez pedig... De bementem a kiégett erdőbe. Hát hurrá! Jó. Egyszerű. Arrafele akartam én még valamit? Hát nem, szerintem nem. Viszont ha már itt vagyok, akkor... Hát csak körbe kéne járni ezt a várost, hogy legalább tudjam, hogy mi van erre. Nem gondoltad? Nem gondoltál rá, hogy körbe vezetsz itt a városba? Valamit meg kell pakolni a bringába. Tavasz, te is szeretsz éjszaka futni? Olyan fajta vagy? De mondjuk vannak vaddisznók, mondjuk az adna egy kis húsit nekem. Hoppá, elfáradtam. Hát olyan régen késeltem már meg valakit. Pakolunk be a bringába egy kicsit, hogy jobban bírjuk. Bár ennyi erővel, ahogy beszéltük, ki is csinálhatnék is ide egy ládát. De végig is csinálhatnék, és akkor... Akkor abba bele tehetnék dolgokat. Csináljunk egy ládát. Úgyse fogom bírni. Nem fogom bírni hurcolászni szerintem. Hát szerintem ez itt... Szerintem jó helyen lesz, de olyan dolgokat teszek bele, ezt például valószínűleg megeszem mindjárt. Nézzünk, olyat teszünk bele, amire most per pillanat nincs el szükségem. Ebből mindjárt legyártam, ilyen nem már van otthon. Lámpa nem kell, ez nem kell. Pénzt szeladhattam volna Gizinek, na mindegy, majd ezt is bedobom, ezt is. Ilyen magokat... Hát, most per pillanat nem kellnek még ezek a magok, de majd fog kelleni. Én szerintem ilyeneket is beledobok, ezt is. Hogy állunk itt a lakatolással? Ez nem kell lakatra tenni. És akkor így most már mehet a sorrendezés. Teszünk bele benzint, mert az se kell most. Jó, ezt legyártjuk, hogy ez oké. Hát legfeljebb ennyit viszek, nem, a föld se kell. Most a földet se akarom vinni magammal. Hát ez a 8 pénz, lehet azt se kell vigyem, mert vigye a franc. És ezt a lőszert. És ezt. Egészen kiürítettem magam. Szerintem, jó. Nem tudom mennyire vagyok éhes, de majd ha... Majd megnézem mennyire vagyok éhes, mert ha kell, akkor megeszem. Food 68, akkor meg... Mit gondolkozok én ilyeneken? Hát együk meg. Menjünk, ezt ide teszem már a főhelyre. Jó, vagy hát az olyan fontosabb. Na erre elmenjünk egy kis kört még meg, ameddig látunk, hát 21 óra, aztán hazamenni könnyen haza tudok, de akkor itt is még esetleg postaládákat, mert itt is van egy, itt nem tudom, én nem láttam, de lehet, hogy ott is van. Körbe megyünk egy ilyen kis... Hát én itt nem látok postaládát, ez... Nem olyan hely, hogy... Ide nem jár a postás? Hozzátok nem jár a postás? Ez itt már nem, ez már itt... Azt hittem hirtelen, hogy ott is van egy kapu, de nem, az nem az. Hát egy kis tanulás miatt, mert meg építkezést, hogyha találnék még. Most ha hazamegyek, akkor egy workbench-et össze... Hát, ja, összetudnánk. Jó, meg is nézem, hogy... De... Hát szerintem össze... semmi különös dolog nem kell hozzá, úgyhogy szerintem össze tudjuk hajítani, hogyha hazamegyünk, mert szerintem mindenből kell, hogy legyen otthon. Barbrowing, hogyha verekedni szeretnék, de nem akarok. Okay.
Hát egy kicsit feltérképezzük itt, de főleg mondom azért, hogy itt már megint szerintem megy kifele. Nem baj, téged még azért... Téged még átsegítelek. Meghaltál? Meg. Postalád? Bár mondjuk ez... Nem tudom. Mindegy. Ez néztem, hogy ugyanolyan, mint a másik épület, mert nem hasonló volt. Olyan, amelyiknél nem volt postaláda. Talán se tudja. Mindenesetre arra megyünk haza a láda fele, aztán hogyha kell, akkor besöpörjük, amik el, az hazavisszük azt kézre. Kapott egy... Ott a vaddisznóm. A biciklim az meg... A biciklim az elmegy. Elüti egyedül. Elüti egyedül a vaddisznót. Nem kell, hogy... Honnan jön ez a hang? Medium armor quality 1. Na mit csinálsz? Hopp, beütköztél. Ja, innen jössz. Jó, nem tudtam már, hogy honnan jön a hang. A malacot azt próbáljuk meg megölni. Én azt mondom, csak az a baj, hogy rohadt gyenge vagyok. Nem, hát az a baj, hogy egyesen áll ez az íjam. Hogy ölném meg egyes íjjal? Hát archery 1-es. Nem fogom tudni megölni szerintem. Hát, ha más nem, akkor lelőjük sorozatlövésbe. Van ez tárazva? Be. Hát az... És hátat fordít? Na, ne izélje, már fejbe akarlak, kis barátom. Hát gondoltam, hogy nem fog menni. És nem is erre jön. Normális, amúgy ez a... Malacéknál mi a szokás? Ah, és nem jön. Hát én buta. Butácska. Nem sok eszed van. Hogy maradtál eddig életben? Mindegy, adott egy kis husi-musit. Ez nem volt egy túl okos állat. Hogy állunk, hogy igen, beletett egy... Ez tekkelés a szörnyű amúgy. Volt 5 darab. 5 darab volt nálam, és most... A hatodikat azt már külön stackbe tette. Sose gondolja az ember, hogy autós könyvet hol fog találni. Úgyhogy ott, mintha lenne itt még valami. Hát jó, ez itt már hát kifele megy, de... De azért van itt egy autó. Nem baj, legalább feltérképeztük, látjuk, hogy megy kifele is egy út. Látjuk, hogy kifele is megy, és hogy ez milyen út, azt nem tudjuk. Ez mi? Ja, ez egy ilyen... WC, ja. De elvileg van egy... Ennél a... Talán ennél. Aztán van itt egy farkas, nem? De most már... Hol vagy? Csak hogyha az a nagy farkas, azzal most azért még így... Nagyon vagyok... Nagyon vagyok túlságosan eleresztve erővel és energiával, úgyhogy annyira nem szeretnék még. Ez egy minimum 3-ason kéne, hogy legyen. Jó, hát ebbe az irányba viszont azt mondom, hogy itt már megy kifele az út, akkor azzal nem foglalkozok, akkor visszamegyünk a városba. És akkor, ha visszamegyek, na, és innen ez már, na nézzük, éjszaka mi van itt? Hát, az nem tudom, az ki volt. Hát itt egy kicsit majd balra kéne még elmenni azért, hogy megnézzük, mi van arra. Aztán szerintem utána haza is megyünk, így nem akarok nagyon, bár hát végig is tekerhetem kicsit gyorsabban is.
Ezek mi? Olyan embert eddig... Jön egy madár? Az most amúgy lehet, hogy rám jön az a madár? Vagy... Nem tudom, ezek a madarak nagyon furák manapság. Olyanokat csinálnak ezek a madarak, hogy ez olyan érthetetlen, tehát amikor például a szerveren játszunk, és én nem tudom, hogy kipécéznek valakit, de hogy ezt hogy miért csinálják, azt legöregebb indián se tudja. De tényleg érthetetlen. És kipécéznek valakit, és akkor megyünk együtt valahova, és ő rá, de hogy, és így folyamatosan így lecsapnak rá, megöli, tovább megyünk, megjön egy madár, megint rá, de együtt vagyunk, tehát, hogy a másikra is mehetne, de nem, folyamatosan csak egy valakire, és ezt így többször észrevettük már, és több ember, tehát, hogy nem mindig ugyanaz, tehát azon a napon arra az egy ember, de arra azt az összes. Két pók. Legalább látjuk, hogy éjszaka kik járnak itt. Ezeket az izi autókat itt, meg ott egy betonkeverő, azt mondjuk meg kéne nézni. Erre azért nem számítottam. Itt egy táska. Na, ezek kellenek nekem. Ugye meg is most itt egy kicsit elidőzök egy kicsit. Ha nem időzök el, mert jön egy kígyó. Meg van két madár, ezek is mind engem akarnak. Hurrá, nagyon örülök. Na jó van. Mondjuk a kígyót még megölhetem. Arról van szó. Gyere apához. És nem tudom eltalálni. Na végre. Ha már viszek húsit, akkor viszek húsit. Na szóval ott tartottunk, hogy jött egy póknak, vagy nem ott tartottunk, ott tartottunk, hogy megpróbálunk hazajutni, csak nem tudom már merre van az a haza. Hogy is jöttünk idáig? Az arra fele lakom? Vagy az hogy lehet? Hát ez egy picit át kell gondoljuk a dolgot. Tehát itt lakom. Hát azt néztem én is, de most akkor itt viszont, ja, ez egy jó kis rendőr, most vettem észre, hogy itt egy rendőrség. Ezek vakabbak, mint én vagyok. Na tehát akkor erre jövök el. Ugye nem biztos, hogy úton megyünk haza majd, mert hogy az mondjuk lehet, hogy akkor megszívom, mert ott hegy volt. Na jó, nem tudom majd. Akkor lehet, hogy inkább nem is ezt kéne bejelölni, hanem itt a itteni trédert ezt kéne bejelölni, mert onnantól az az út, de az is arra fele van érdekes módon, mert az az út utána akkor engem hazavisz. Hát ezek ilyen érdekes, nem nincsenek nagy városok, vagy legalábbis ahogy nézegettük már az előző mapon, vagy a szerveren is, hogy ezeken a kiégett területeken, hát csak a tetszik tudni futni? Úgy hallom, igen. Ott a templom, oké. Okay. Hát megpróbálom besöpörni, ami ott a ládában van, aztán ami jön, ami nem. És akkor azt hazaviszem, de még mindig jobban jártunk így, én szerintem ebbe a formába. Mert nem kellett nyafogjak, hogy tele van a... Annyit viszünk, amennyit bírunk. És akkor kész. Madarak azok, nem tudom, nem... Nagyon furák tényleg, mert amúgy nyafognak, de nem támadnak. Ugye volt még Alfa 20-ba talán. Hát várjunk már. Merről jöttem? Most már, de jó fele megyek, csak az egy másik út. Jó, akkor jó fele kanyarodtam. Csak ugye ez is felfele visz valahova. Ez mégis rám jön. Tehát
Én kellek neki, úgy látom. Na szóval nagyon furcsa volt, mert ugye hát úgy működött, hogy ha madarat akartunk ölni, akkor és van, fú, de sokan vannak. Mindenütt szállnak fel. Eddig nappal nem volt ennyi madár. Érdekes. Szóval kiderült, hogy ha madarakat akarunk ölni, akkor ide kell jönni. Jó, szuper. Éjszaka. Na szóval régen úgy volt, hogy hát nem tudtuk lelőni, mert olyan magasan repülnek, hogy az ember ellövöldözte a tárat, meg mindent, hogy mire eltaláljuk, vagy valami, de és akkor az volt a bevett módszer, hogy nem, hanem fel kellett ülni a biciklire, motorra, autóba, és abban a pillanatban kezdett támadni a madár, de hát akkor rendesen támadt, és akkor, amikor láttuk, hogy na már itt repül mögöttem, és vele, akkor az ember olyankor csak leugrott a bicikliről, motorról, stb., és akkor puff, lelőtte, vagy leütötte, vagy akármi. Tehát, hogy tehát ott az volt a csel, hogy fel kellett ülni a járműre, és akkor egyből támadt. Most viszont már az Alfa 21-ben is úgy volt, hogy ez már nem működött ez a trükk, tehát már most buták ezek a madarak, mert egyszerűen csak ott röpködnek, én megyek biciklivel, viszont megmondom, van amikor meg eltiszok már egy kortyvizet. Viszont van amikor meg tényleg azt vettük észre, hogy így többen játszottunk, és akkor így ráagrózott valakire, de akkor az összes, azon a napon az összes madár mondjuk arra az egy valakire, és már röhögtünk, hogy ott állunk mi is mellette, meg, és csak ő rá, megöli, menjünk tovább, megjön egy madár, megint csak ő rá, és minden madár csak ő rá. Egy másik alkalommal meg csak egy másik valakire, és csak ő rá, és már tehát egyszerűen vicc, de ilyen furákat csinálnak a madarak. És ne, itt az előbb is ott röpködtek, ott nyafognak ott a levegőbe, de nem jön egyik se, hogy adná az ezt az építkezést én néztem. Szerintem nem is néztem. Úgy értem, hogy nekem ugye ez kéne. De empty, akkor mégiscsak néztem. Úgyhogy nem furák ezek a mai madarak, de ho, mit csinálsz? 90-re, ha lezúztuk a biciklinket 90-re, tényleg egy csirke, menj már az útból, mert elütlek. Jobb az lett volna a cél, de na mindegy. Legyünk itt árkon, bokron. Már csak 87. Inkább a csirkét ütöttem volna el, az is levesz a bicikliből egy kicsit, de inkább annak lett volna valami értelme. Hát ezek is nagy buták, milyen vakok ezek. Itt egy... Csak úgy tele vagyok, hogy most... És kezdjek el... ezek futnak, most kezdjek, itt egy kígyó. Szóval kezdjek el így zombikkal verekedni úgy, hogy nem tudok mozogni, mert már most egy kicsit tele vagyok, mert ott volt az őzike is, de hát hogy? Ilyenkor éjszaka amúgy jót lehet vadászni, mert így mennek az őzikék, mennek a kígyók, meg vannak a zombik is, szóval ki lehet most már így lassan tényleg mozdulni, és akkor jókat vadászgatni, meg mindent. Tényleg most már fogok tudni csinálni sonkás tojást. Nagyon jó lesz. Na, jól van, megelkeztünk, és kezdhetünk kipakolni, de hát amit ki tudunk, meg ahogy ki tudunk, szerintem ez is ide, hogy ezek nem itt voltak, lehet, hogy nem itt voltak, ez itt volt, vas, egy bár, hogy teszem amúgy, de... Mindegy már, hogy én hogy pakolok, csak ki legyen valahogy pakolva. Ja, ez meg üres is volt a bicikli. Ja, hát, akkor az még szebb. Az még szebb, hogy a bicikli meg, azt meg üresen hagytam.
Mi volt? Ja, ennivaló. Ja nem, már innivaló. Már az sincs. Ja, most már innivalóm sincs. Jó, oké. Okay. Ez volt itt a fő probléma. Jól van. Na, kezdődnek a... Megsebeztem magam, saját csapdámba mentem bele. Nagyon jó volt. 88-ra ment. Jobban megsebzett, mint egy zombi pofon. Na, hát jól van, viszont most az idő lejárt. Megint eszembe jutott egy edda, hogy az időm kevés, mégis hajt valami. Na, hát ez az Eddie koncertnek a még az utó rezgései. Jól van, várok benneteket legközelebb is, és hát innen folytatjuk. Az is lehet, hogy innen éjszaka, szóval, hogy nem fogom megvárni a reggelt, csak hogy innen folytatom majd. És akkor így, hát most már tényleg fel kell fedezni itt a környéket, mert annyira nem tudom, mi hol van, szóval, de most már így neki fogok tudni állni így is felfedezéseknek. És hát szerintem megcsináljuk majd a workbench-et, meg hát mindent, amiket most itt menet közben kitanultam, mert csomó mindent kitanultam. És hát utána a negyedik nap, ez már a negyedik nap, igen, ez már az új nap, az már a negyedik nap, és hát lehet, hogy építek egy, nekikezdünk esetleg valami kis házikónak is, vagy nem tudom, hogy most, hogy állunk enni-innivalóval, hogy az úgy ellát-e engem vajon az enni-innivaló. Sőt, azt is el kéne még menjünk legközelebb, én szerintem, mert van valamennyi pénzem, ugye 700 körül kerül ez a gutter nevű valami, amivel fel lehet gyorsítani a víztermelést, és akkor mivel trader készletváltás volt, azért ezt is, meg majd a másik, ahol az előbb voltunk, azt is meg kell nézni, hogy mondjuk most meg se néztem, hogy van-e nála. Na mindegy, nagy arc vagyok akkor. A könyveit se néztem meg, mi? Nem, szerintem, mert hát, ja, nem tudom, mit csináltam, de minden esetre szerintem nem néztem meg. Úgyhogy, na mindegy, minden esetre visszanézünk, és akkor megnézzük, hogy hát, ha van, akkor azokat megveszük, hogy, mert akkor már vízünk, már akkor biztos lenne ennivalót, hát az időnként jönnek a házi állatok, akkor azokból már megint nem lesz gond, viszont akkor építhetnénk valamit, hogy ne itt az utcán lakjunk, mert aztán majd jön a horda, akkor majd hordavárat is. Na, szóval lesz mit csináljunk azért így a hetedik napig, úgyhogy várlak majd benneteket legközelebb, és mindenkinek szép napot addig is, sziasztok.